napon kiküldésre került napirendi pont. A június 9-én megválasztott Jászárokszállási képviselőtestület október 8-án délután tartotta alakuló ülését. A választás körülményeiről és eredményeiről a helyi választási bizottság elnöke Bobák Tiborné adott tájékoztatást. Minden az előírásoknak megfelelően rendben lezajlott. Kifogás, rendkívüli esemény nem történt. A szavazás 5 szavazókörben zajlott. A névjegyzékben szereplő 6050 választópolgárból megjelent 2885 fő. Ez 47,69%-os részvételi arányt jelentett. A választópolgárok Szerző Ildikót választották a város polgármesterévé, a képviselőtestület tagjaivá pedig Pető Juditot, Farka Szilviát, Szerző Csabát, Kis Simonné Goda Évát, Fehér Lászlónét, Bordás Pétert, Kaszab Zsoltot és Kubacsek Józsefet szavazták meg. A helyi választási bizottság zökkenőmentesen ellátta, elvégezte munkáját. Köszönöm a bizottság tagjainak, jegyző úrnak, aljegyző asszonynak, az önkormányzat dolgozóinak a tevékenységét, segítségét, hatékony együttműködését. A polgármester asszony és az elkölt képviselőtestület munkájához sok sikert, erőt és jó egészséget kívánok. Én Kis Simonné Goda Éva. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. A képviselőtestület tagjai letették hivatali esküjüket. Én Szerző Ildikó. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Valamint fogadalmat tett a város második alkalommal megválasztott polgármestere is, aki ezt követően ismertette az elkövetkező ciklusra vonatkozó 8 kiemelt érték és témaköré csoportosított programját. Megtartottuk azokat az eredményeket, értékeket, amit elődöm, illetve elődeink lefektettek. Az első ilyen nagy téma a vagyongazdálkodás, városfejlesztés, beruházások, második humánpolitika, belső és külső kapcsolatok, közbiztonság, élet és vagyonvédelem, szociális rendszer, egészségvédelem, nevelés, oktatás, közösségépítés, turisztika, idegenforgalom, környezetvédelem, fenntarthatóság és együttműködés kapcsolatok. Rámutatott, hogy megújult, átláthatóvá vált a város vagyongazdálkodása, felülvizsgálták rendeleteiket, valamint új alapokra helyezték a város pénzügyi befektetéseit is. Minden pénzügyi szabályzatunk megújult, mindent felülvizsgáltunk, ezeket intézményi szinten is és önkormányzati szinten is. Hozzátette, áttekintik a helyi intézmények szerkezetét és a testületi struktúrát. Szeretnék megőrizni a városi gazdálkodás és az intézményi működtetés stabilitását. Folytatják, lezárják a megkezdett beruházásokat, illetve újakat is terveznek. A 2 év 4 hónap alatt 531 millió forint állami támogatással számoltunk el, illetve annyit ez a képviselőtestület valójában annyiról döntött, tehát 531 millió forintról. Ezeket a szerződéseket már én írtam alá, és a beruházások is ebben a 2 év 4 hónapban történtek. A további beruházás, amiről beszéltem, ez újabb 490 millió. Tehát ezek 2026-ban kerülnek megvalósításra, az ipari park területének kialakítása 400 millió, és az energetikai pályázatunk, bízunk benne, hogy további 90 millióval megvalósul. Az elmúlt időszakban közel 1 milliárd forint állami fejlesztési támogatás érkezett Jászárokszállásra, amit további 350 millió forintot is meghaladó mértékű költségvetési saját erővel egészített ki az önkormányzat. Kiemelte, hogy a jövőben is szeretne a város minden pályázati lehetőséget kihasználni, és erejéhez mérten a lehető legtöbb beruházást megvalósítani. Továbbra is azt fogom szem előtt tartani, hogy minden olyan beruházást támogatni kell, ahol esetleg csak erkölcsileg és kisebb anyagi támogatással tudunk bekapcsolódni. Gondolok itt a folyamatban lévő 2 beruházásra, az iskolaépítésre és a sportcsarnoképítésre. A Jászberényi Tankerületi Központ iskolafejlesztési pályázatát ez a testület is támogatni fogja, valamint szeretnék, ha megvalósulna a helyi sportegyesület városi sportcsarnoképítési terve, és az elképzelések között szerepel a városi strandkomplex fejlesztése is.
Fejleszteni kívánják a csapadékvízelvezető rendszert, tovább viszik a helyi kül- és belterületi utak és járdák építésének felújításának programját. A helyi intézmények épületeinek fejlesztése fontos terület, a polgármester példaként emelte ki az apartmanház felújításának bővítésének elképzelését. Meg szeretném tartani továbbra is a városbejárás szép hagyományát. Azt gondolom, hogy amikor a képviselőtestület a városbejárást elkezdte vagy elindította, ez most arra érett be, és a képviselőtestület a saját szemével láthatta a járdák, az utak állapotát, az elhanyagolt ingatlanok állapotát. Az elmúlt 2 évben minden olyan területet sikerült feltérképezni, amit terveztünk. A képviselőtestülettel ugye feltérképeztük az utak, járdák állapotát, és ütemtervet készítettünk hozzá, ezek most már ütemterv szerint készülnek. Folytatják az útjavítási, illetve árok-tisztítási feladatok ütemezését, valamint felmérték a közvilágítási hálózat állapotát, a fejlesztésekhez már készül az ütemterv. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett az előző képviselőtestület, és jó magam is ezt erősíteném, a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra, és itt is ütemterv szerint készül a fásítás, illetve faörök befogadási program, és létre is hozta az alapítvány segítségével ugye a Városszépítő Egyesületet. Kiemelt terület maradt továbbra is a város szociális feladatainak ellátása, az ehhez szükséges háttér megteremtése. Erősítik a lakás, illetve iskolakezdési támogatást, bevezették az újszülötteknek nyújtott segítséget és a 65 év felettieknek járó támogatást. Szeretnék fejleszteni a nappali gondoskodás és az idős gondozás helyi lehetőségeit. Továbbra is megtartják és bővítik a városban működő ingyenes szolgáltatások körét. E területen jelentős eredmény volt például a népkonyha megszervezése, de a lecsere, valamint a gondosóra programok támogatása is. 2,5 év alatt hihetetlen mennyiségű új programelemmel bővült a közösségi és kulturális életünk, és 2 pályázat útján több mint, vagy közel 10 olyan programot tudtunk idehozni, amely ingyenes program volt, államilag finanszírozott volt, és úgy gondolom, hogy ezzel is tudtuk erősíteni. Az elért eredményeken túl az elkövetkezőkben is nagyon fontos lesz a város életében a kultúra, a sport és a közösségek támogatása, emelte ki a városvezető. Hangsúlyos területként jelent meg a közbiztonság, amelyben az eredmények megőrzése mellett a közterületfelügyelői szolgálat és a helyi térfigyelő kamerarendszer erősítését ígérte a városvezető. Mindezekkel párhuzamosan Jászárok Szállás szeretné ösztönözni és támogatni a vállalkozások fejlődését. Célként fogalmazódott meg, hogy a helyi iparűzési adóbevételt a ciklus végére megduplázzák. Én kívánok 3 dolgot magunknak a képviselőtestülettel. Türelmet, bátorságot és bölcsességet. Én kívánok türelmet ahhoz, hogy tudjuk elfogadni, amit nem tudunk változtatni. Kívánok bátorságot ahhoz, hogy tudjuk megcsinálni azt, amit tudunk változtatni. Legyünk bátrak, és amit tudunk változtatni, azt változtassuk meg, ha szükséges természetesen. És bölcsességet, hogy a kettő között tudjunk különbséget tenni. A program ismertetést követően a testület 7 támogató és 2 ellenszavazat mellett fogadta el az SMS módosítását. A működést meghatározó rendelet egyik legfontosabb változtatása volt, hogy a településvezetés feladatait a polgármester egy helyett 2 alpolgármester elosztja meg az elkövetkezőkben. Az alpolgármesteri tisztségemből titkos szavazással választották meg a város 2 alpolgármesterét. Többségi szavazattal támogatták, hogy ezentúl Kaszab Zsolt és Farkas Szilvia lássa el az alpolgármesteri teendőket. 3 állandó bizottságot hozott létre az új testület. A pénzügyi és városfejlesztési bizottságot, amelynek elnökévé Pető Juditot választották. Az egészségügyi, szociális és családvédelmi bizottságot, amit Fehér Lászlóné elnököl. Valamint az oktatási, sport és ügyrendi bizottságot, amelynek vezetésével Kubacsek Józsefet bízták meg. Az ülésen végül elfogadták a tisztségviselők díjazásáról szóló rendeletet, és titkos szavazással határoztak az állandó bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak személyéről is.